Jeg kan tage ølen. Ja, værsgo. Bemutató utáni bulinak a maradványait látjátok. Egy-két régi plakát. Azok a tölcsérek ott, azok a film egyik jelenetéből valók, majd megmutatom a modellt is. Ez az első film, amit digitálisan csináltunk, de az összes részlete a képnek az analóg volt fölépítve, csak utána montíroztuk össze. Tehát, hogyha volt egy tájkép, akkor az is meg volt építve mind. Yeah, film is it's very special. It's a visual communication combined with sound, simply. Är det någon som vill ha det här? En räksmörgås och en stor starköl, gratis. Jag kan ta ölen. Ja, varsågod. And by help of that, you can tell about everything. Of course, about society, but also about individuals that are interesting. And it's a very, very outspread tool of communication. It's very, very common, and it's easy also to show, especially today with the new technique. A király és a katona bejön, az volt egy jelenet, az egyben volt 11 perc az egész, az olyan, mint egy színházi darab, mondjuk, azt lehet mondani. És utána, mikor azzal kész voltunk, akkor kipucoltuk a bár, és akkor az ablakot üresen hagytuk, és a háttér az analógon volt megépítve, és akkor ott elmasíroztak a katonák, és akkor a kettő lett össze, tehát a király a zöldbe volt, tehát az green screen-en volt megcsinálva, és a hadsereg az pedig az analóg háttér előtt masírozott. A jelenetek 90%-át ebbe a két stúdióba vettük föl, és volt két nagy jelenet, ami nem fért volna be, hát a lovak se fértek volna be, meg a cilinder se fért volna be, mert a cilindert azt megépítettük egy az egybe, az 8 méter hosszú volt és 5 méter magas, és azt Oszlóba csináltuk egy régi hangár lett kibérelve. Why I am in this business is because I saw as a young boy a movie called The Bicycle Thief by Vittorio De Sica, Italian movie. I was 12 years old. And it touched me so much, it moved me so much, that story about a man that was unemployed and waiting for a job. And one day he's offered a job, but that job needs a bicycle. But he has pawned it in the pawn bank. And he's very, very sad. But his wife, he gets the idea to pawn the sheets they have in the bed. And exchange them with the bicycle in the pawn shop. And and finally he got his bike from the pawn bank and started to work as a gluing affiche as a posters for movies. And a thief takes the bicycle when he's working, has no attention. A catastrophe for him, of course. And finally, he's so desperate, so he tries to steal a bicycle himself in front of his son. And he's taking, that he's observed by the a public that has returned from a football match. There's a lot of people. And they see the new thief. Take him, and they take him also in front of the son. He's so humiliated, you can say, and they are very generous. They say, don't do that again. Let him free. And it's so sad, that situation.
Ott, ahol az a két figura van, amit úgy betettünk oda, hogy azok a maszkok, ami szintén játszik a filmbe, az egy kamera szoba, ott vannak a kamerák, a 35-öst azt már nem használjuk. Ami elsősorban azért van, mert a digitális technika az olyan színvonalú van ma már, hogy sokat nem kell nagyon nosztalgiázni. Ez az egyik, a másik, hogy az összes mozi digitális, és hogy az előhívás is nagyon komplikált. Szóval nincs olyan labor, amelyik tudna csinálni munkakópiát. Tehát az azt jelentette volna, hogyha filmeztünk, hogy akkor el kellett volna küldeni mondjuk Londonba, akkor az két napon megjön a munkakópia a tesztekről, és akkor utána nézhettük volna, hogy na most akkor mi van. Tehát az előző filmnél ott még volt labor Stockholmba, akkor másnap kaptuk meg mondjuk 3 körül a filmet, és addig mindig nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, mert nem láttuk, hogy mi van. Itt viszont mindent látsz egyből a monitoron. Majdnem 40 jelenetből 2 vettünk föl még egyszer, míg a dalok a másik emetőn szinte mindegyiket föl kellett venni még egyszer, mert jó, hogy ott is teszteltünk nagyon sokat, hogy a fények, a beállítások, szóval hogy a pozíciók, egyebek, de nagyon sokszor volt az, amikor megkaptuk a napi, tehát az egész forgatási anyagot, akkor rájöttünk, hogy valami nem stimmel, és akkor meg kellett még egyszer csinálni. Itt viszont már láttuk, ha nem stimmelt valami egyből, és akkor addig el se kezdtünk forgatni, amíg azt éreztük, hogy ott valamit javítani kell a dolog. Fogod, hogy doktorn arra. Det här är inte normalt. Jag är faktiskt orolig för dig. Det är jag med. When I saw the trains flying, for example, I think I was 16 years old. And I changed my mind. I had decided before that I should be an author to write books, novels. I wanted to be a new Albert Camus. Because he was so impressing, Camus, when he came to Sweden to receive his Nobel Prize. Yeah. And he was young, intelligent, and he was a hero for me. Yeah. Strong. Yeah. And a fantastic author also. Yeah. Especially the novel L'Étranger, The Stranger. Fantastic. Yeah. So I changed my mind, but I wanted to be a movie maker instead, filmmaker instead of author, and I applied for enter a film school. At that time, you had to be 24 years old to be accepted. There was a limit, age limit, and as soon as I was 24, I applied for school, the film school, the new one is in Sweden, and I was accepted the first try. I was accepted. I had a very good start, good luck, maybe a little talent also, but I think a big part was luck. Vad roligt att höra att ni har det bra. Vad roligt att höra att ni har det bra. Mikor eldöntöttük, hogy nincs választás, és át kell térni a digitális technikára, akkor nagyon sokat teszteltünk. Mindenféle kamerákat is kipróbáltunk, és mindenféle optikákat is. És akkor végül is a Red MX egy Ultra Prime Zeiss optikával érződött úgy, hogy az a legjobb variáció. És azt elég gyorsan el kellett, vagy be kellett látnunk, hogy annak nincs semmi értelme. Úgy nézzen ki, mint egy analóg film, hanem meg kellett keresni azt, hogy ennek az új digitális technikának milyen esztétikája van. Tehát, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És emiatt, hogyha például megnézed ezt a plakátot, ez egy nagyítás, látszik a filmnek a szemcsézete. Tehát ez egy részlet egy kockából.
És ettől a szemcsézettől hát élő is lett, meg a másik, hogy elég festői az egész. Itt viszont rájöttünk, hogyha most ráteszünk szemcséket a digitálisra utána, annak az a manipuláció az nem annyira érdekes, szóval igazából az nem fontos. Vad roligt att höra att ni har det bra. My first try was a big success. And not only in Sweden, even abroad. It was in the festival in Berlin, 1970. And I know afterwards, I know that if that festival had succeeded to go on, I would have the golden beer. But the at that time, the filmmakers at the Cannes Film Festival decided to skip prizes because it was bourgeoisie idea. It was snobbish. So the Berlin Festival also decided to do the same. So I missed the golden beer. Vad roligt att höra att ni har det bra. Az élesség, ami ennek az esztétikája. Tehát amiatt, hogy sokkal érzékenyebb a digitális technika, mint a film, emiatt aztán sokkal mélyebb képeket lehetett csinálni. Tehát egész, az az volt a cél, hogy minden éles legyen, tehát az elejétől a végéig. És ezzel, hogy volt egy vagy másfél blende különbség, akkor meg lehetett csinálni azt, hogy tényleg minden éles legyen. Nagyon oda kell figyelni, hogy meg tud tartani azt az eredeti elképzelést, amiből kiindultam, mert egy pillanat alatt elment. Az analogban nem volt ilyen, mert ugye ott a labor sokkal kevesebbet tudott csinálni, ez az egyik, a másik, hogy egy ilyen kis túró képernyőn nézted a vágóasztalon. Ha tudtad, hogyha rosszul vágsz, akkor az legalább 5 perc, vagy 2, amíg megkeresed a kockát, visszarakod, visszaragasztod minden túlról. Tehát fizikailag másképp állt, hogy a koncentráció is nagyobb volt. Pontosan tudtad, hogyha most nem jó helyen nyomod meg, akkor az benne volt a reflexekben, hogy az 5 perc melóval jár még. Na most, hogyha ezt megcsinálod, ugye egész nap ezt csinálod, akkor az ember nagyon odafigyel. Itt viszont nem az, hogy te ragmálod a két kockával jobban. Igen, nem, 4-jel odébe. És akkor ez pillanatok alatt megvan, és addig keverheted a dolgot, míg aztán nem tudod, hogy jó-e vagy nem, mert már láttál 50 millió változatot, és abból nagyon sok jó volt. Hát akkor melyik a jó végül? Szóval a digitálisnak elsősorban itt van ez a gond. Igen. I used to say that if you are an artist, filmmaker or a painter or sculptor, you have a responsibility because you are making stuff that creates the world view for people. The worldview you get from your own experience in the daily life, but also by what you have read, what you have seen, and so on. And the stuff that we are creating as an artist is a stuff that people, by help of that, they create their own worldview. So it's so important. My main idea about what you should do as an artist to be responsible for is that you are in service of humanism. That's number one. Ez a film, ez végülis nem film, hanem ez valami más, amit én úgy szoktam értékelni, hogy ez egy önálló művészeti alkotás, ami moziba nézhető, meg mozog, de ugye a hagyományos film ez olyan marra sok köze nincs értet, hanem minden jelenet az egy performance az egzisztenciáról. És hogyha ennek adják oda az aranyoroszlánt, akkor megkérdezik az összes többit. Hát érted, a sztori filmeket úgy, ahogy akármennyire erős, meg akármennyire jó játék van, de hogy abból akkor azt mondja, nem arra kell menni, hanem erre kell menni, hogyha ezt most itt díjazzák. Arra számítottam, hogy a legjobb rendezői díjat fogja megkapni, mert az se rossz. De hát ehelyett az arany oroszlán lett. Szóval ez lett a dologból. I don't know if I'm nostalgic or romantic, but the movies that I mentioned before, the movies from the high
period in European film history. It was not only Russian movies, it was also from Poland, it was from Italy, France, and Czechoslovakia. I can't see movies today from these countries, from Europe, that have the same intellectual level, artistic self-confidence. That was a sign of that period I talked about. They had self-confidence about what they wanted to tell, say. Nowadays, I'm not sure, I tried this and this. It's more, and you can see this not only concerning the ideas, the expression has precision. And that's a sign of good art, if you have that feeling. That kind of expression has precision about what this person wants to say. Sajtóvetítésen, ami délelőtt volt, a premier előtti délelőtt, a premier az este volt, ott a nagy terembe vetítették, ahol majdnem tele volt az újságírókkal, ami azt jelenti, hogy kb. 1400 újságíró volt. Itt a forgalmazónk az azt mondta, hogy még többen voltak, de mondjuk 1400 se kevés. És azt mondta, hogy ilyet még nem is látott, hogy az újságírók a film közben tapsoltak meg röhögtek, meg hurráztak, ami abszolút szokatlan. Vége felé szokatlan. Egy aranyos dolog volt, hogy a premier, az persze, hát az körülbelül olyan, ami szokott lenni, hogy az emberek fölállva tapsikolnak, és tényleg nagyon örült mindenki a dolognak. De utána volt egy buli, és ott csörögtem egy asztalnál, egyszer csak odajön egy amerikai, csak elkezdett besélni a filmről, és mondom, és átra jól sejtem, azt mondta, hogy ez olyan fantasztikus, hogy nem láttam még a rajtó semmit, de most meg kell néznem az összes dolgot, és elkezdtem mondani jelenetről, hogy mi van, hát azt mondja, ez fantasztikus, és nagyon örültem, azt mondta, hogy ez tényleg jól, mondtam neki, hogy mit nézzem meg még a régi dolgokból, és egyből mondta, hogy mindent meg fog nézni. És akkor arrébb bonultam, akkor a produkciós vezető mondta, hogy tudod, kivel beszéltél? Mondom, nem, de nagyon szimpatikus rász volt. Azt mondja, hogy hát ez a Tim Roth nevezető amerikai színész, aki benne ül a zsűribe. Hogy hát még nincs eldöntő a meccs, úgyhogy... De hát annyira nem bírta fékezni magát, hogy az első este ott neki ugrott a dolgnak. Yeah, let us say, talk about movie making. Movies nowadays, and even at that time when I started, was in the hands of very, very greedy, cynical money makers, commercial. And serious movies were at that time very rare, and are still. I'm happy to have made some movies that are not only commercial, but they have had a good reception, actually. Not as good as the American box office, no, of course not. But I'm, up to now, I'm happy with what has happened. And the Love Story was a big success in Sweden. After that, I have not made movies with that success. But it's good, because they are outspread in the world. That's not bad. And you have to remember that when you make a movie, it's not only for the cinema, for theaters. After a year or two, it will also reach people on television. So this new movie that I made now, I think that we can reach 150,000 people in a cinema, but certainly 2 million on television. Ugye, hogyha egy ilyen típusú filmet igazán, ha nem nyer fesztivált, hogyha nincs jó kritikája, hogyha nincs jó hirdetése, akkor elég kevesen tévednek oda be. Bár ez a film nagyon értékes, szóval talán nem teljesen jó a példa, de az, hogy Arisztotelészt sem mindenki olvas.
a TV4-nek a reggeli műsort még nagyon sokan nézik. Attól még nem biztos, hogy annak a színvonala jobb, mint Arisztotelész. De most azért mondom, hogy itt nálunk is ez van, hogy ez a film, ez annyira, szerintem annyira pontosan fogalmaz meg dolgokat, amit én még nem láttam igazán filmen. Megmondom őszintén. So, this feeds painting, and sculpture, painting, and literature, and film, and so on. And music, yeah. It's artistic tools of expression, and combined with a great responsibility. You are in the service of humanism. I'm very proud. Ja, det är första gången den festivalen är väl nästan 80 år, Venedig. Det är första gången som en svensk film har fått. Ja, ja. I think that the Venice Festival has existed almost 80 years. And this is the first time that the Swedish movie has got this prize.